Egy-kettő, egy-kettő. Nagyon szuper. Néz ki, hogy tudtunk állni. Hát szép reggelt kívánok kedves nézőknek. Ez itt a CRS B-ligájának amerikai verseny hétvégéje. Kommentátor állásban jó magam, CRS Sancho. Hát most így a mai reggel során egyedül kell itt velem beérni. És így itt fogjuk végigkövetni a B-ligásoknak a hétvégéjét. És Ádám Kristóf már is jön, és megkezdi az első gyorskört itt a Q1-ben. 18 ember van. Itt most a mezőnyben. Most 18-an fognak majd itt egymásnak esni, hogy eldöntsék, hogy ki nyerje itt az amerikai futamot. Ugye most már így szépen lassan arra szolgatunk a szezon végébe, és Ádám Kristóf pedig összetöri közben. Szóval most már csak ugye 6 futam van vissza, és éleződik a bajnoki pontversenyért való állás Jér Kristóf és Tutu Mester között. De majd erre ki fogok térni majd a későbbiekben, hogy pontosan hogy áll a bajnokság. Illetve, hogy az a két fiatal ember hogy áll egymáshoz képest így a bajnokságban, hiszen tulajdonképpen, bár matematikai esélyük még talán a tartiéknak is van, de az majd tényleg csak ilyen akkora csodák kellenek itt, mint Kristóf, mint Tutu részéről, hogy itt valószínűleg már csak ők ketten fognak itt beleszólni a bajnoki pontverseny be. Romi Hun pedig befejezi a legelső gyorskörét itt a Q1-ben, egy 32-8-12-vel meg is kezdi Mercedes versenyzője. A körözést Benny 33-9, Zsidobas 33-1, ott jön Ben de Ghost a másik házszal, aki szépen megvan itt a végés, és 31-9, erős körrel kezd Ben. Gabez 32-6, ott jön egy Aston Martin. Helyett Alfa Tauri, 33-1 Arti. Ott jön talán Laci, így van, a Williamsben. Ugye most helyettesít továbbra is. Ez egy 34-3, valószínűleg valahol belehibázhatott. Ilyen Rossi. Aston Martinban. Egy picit így megtorpant itt a csúcsponton. Ez 33-7, 6. helyre jön föl egyelőre. Zsidobas vagy a vitókörön. És följön a második helyre bizony, 32-6-46. Hát bennek azért elég masszív az a 7 tizedes előnye egyelőre. Én azt gondolom. De hát itt majd még itt jön majd Tutu, valószínűleg. Nézzük, hogy itt kik fogják elkezdeni itt a kört. Doncsó, Vermi, Habu, Thomas. Itt micsoda forgalom van itt.
Thomas így beékelődött a két alpin közé. Szerintem akkor nézzük Habót. Ő fog itt kört kezdeni. Szépen elő is készíti, és akkor nézzük az Alfa autóversenyzője milyen körrel kezdi a Q1-et. Ez a Vince Dávid írja azt, hogy szia nem. Szia te. Erre a válaszom. Habó 024-es második szektor. Kíváncsi leszek, hogy ez a kör végén ez így mit fog jelenteni. Ugye tegnap Mafia bosszún nyert Christopher és Faló előtt. Ez ugye azt jelenti, hogy egyelőre nem bajnak még Mafia bosszún, hiszen itt különböző eredményektől függetlenül Tusában bebiztosíthatta volna. Tehát ugye Falóhoz kép, a Faló végül úgy helyezkedett hozzá képest eredményekben, Habó közben az ötödik, hogy nem tudta egyelőre bebiztosítani a bajnokságot, de én nem akarom senkinek sem az érdemeit csorbítani, de ez szerintem időkérdése. Tehát még itt talán azt mondom, hogy itt egyelőre a B-ben a legszorosabb a bajnokság, hiszen ez az A-ban is, hát elég masszív előnye van most már Szabinak, Gyuriékhoz képest, és valószínűleg az is egy ilyen 2-3 hét múlva el fog dőlni. Közben jön a másik Alfával Thomas, és a negyedik helyre jön föl. Jönnek az alpinok. Bankamester második, 32-2, Dancsóver még pedig a 12. helyre jött föl. Bedurrantott Banka. És 3/10-re van, úgymond már csak Bendegóztól. Jó, Banka is egyébként nagyon sokat fejlődött magához képest. Közben Romi Hun második lövésén. És már jön Kristóf. Tutu pedig egyelőre még mindig kivár. Még egyelőre 6 embernek nincsen gyorsköre. Ugye a Bolázán Kristófnak már nem is lesz. Nézzük ki a Romi Hun. És a harmadik helyre jön föl 32-353-mal. És jön Erk Kristóf az első gyors körén a bajnok pontverseny vezetője. Az elég óvatosan jött át itt az egy szekcióban. És azért is picit úgy meg kellett menteni az autót, nehogy úgy járjon, mint Ádám Kristóf. Ez így a házok kiindulva Mick Schumacher tegnapi balesetéből, a házak azért így bevonzák így a kamerát, illetve a balesetet, de természetesen örülünk, hogy Mick Schumacher épségben van, és szinte egy karcolás nélkül megúszta a balesetet, ami az egyébként egy borzasztó nagy csattanás volt véleményem szerint, és egy nagyon komoly bukás volt. És ugye percekig nem is tudtunk arról, hogy most mi van Kristóffal, Suvival. Aztán szerencsére
képek így. Hát megnyugtattak minket, Kristóf közben a negyedik. Most Desperado az, akit mögötte elkezdett egy gyors kört. Szerintem nézzük McLaren versenyzőjét, hogy veszi be. Úgyhogy igen, hogy veszi be itt a pályát. Azért ő is egy picit megúszott. Ugyanott, ahol Ádám Kristóf. De nagyon, hát úgy néz ki, hogy neuralgikus pontja lesz a pályának. Aztán pedig szerintem jövök Tutura, hiszen Tutu is már elkezdi, hogy elkezdte a gyors körét. Dan Csóver miközben 11. Egy 0-3-0. Ez szerintem ilyen Rossi Dan Csóvermi környékére lesz elég Desperadónál. De hamarosan meglátjuk. Azért ott is picit kellett gépészkednie. A 10. egyelőre Desperado 33-3-mal. Na és akkor nézzük Tutut. Ugye a kihívó tulajdonképpen. 45 pont talán Kristófnak az előnye. De ez volt már kevesebb is, volt már több is. És mind a kettőjüknek voltak olyan versenyei, ami szimplán teljesen máshogy alakulhatott volna, hogyha összejönnek a dolgok. Most például gondoljunk tényleg Kristóf két olasz hétvégére, ugye Monzába a Jacksonai bontotta le, Imolában összeakadt kamiontomban lekörözés közben. Vagy például ott van Tutu, aki egy bődületes hibát követett el Belgiumban. Ugye megelőzte a safety-ket, hiszen azonnal kiszórta a játék. És ott is van 31-2-72. Már itt a Q1-ben. Közben Csoszi törte ott össze. Hát, és szerintem az emberek meglátták ezt a kört, és így szerintem mindannyian elkezdtek így visszavonulni. Szerintem ki jön itt még? Laci rontásban van. Anime kezdett egy kört. Nézzük Animét. Futam vége első. Hopp, és közben Anime is. Valamerre látogatott. Igen, Tutu gyors. Igen. Kristóf bejött harmadiknak, 32-1. És elképesztő, tehát 9 tized. A lemaradása Tutuhoz képest. Anime pedig itt a hibája után jön egy 45 hetet.
Ez egyelőre a 17. helyre elég, de ez a sok jóra nem. De jönnek, ott még páran, például Benny, aki nagyon csúnyán egyelőre a veszélyzóna környékén van, a 14. helyen. Hogyha jól láttam, egy ilyen masszív 7-tizedes javításban volt Scuderia versenyzője. És ez a masszív 7-tized, hogyha még össze tud rakni egy jó harmadik szektort, akkor simán ott lehet, hát akár Arti környékén is. De mindjárt látjuk, hogy hova jön Benny, így van a 7. helyre, 32.679, ezredre ugyanolyan kört mentek Gabesszal. Csak ezt így halkan megjegyzem. Jön Rossi, aki szintén 143 ezredes javításban van magához képest. Viszont előtte van egy kis forgalom. Ott figyelnie kellene, ott a srácoknak ne fogják meg Rossit. Ott animénak. Anime figyel Rossira. Meg ott Lacinak is kéne. Hát animétől egyébként így valószínűleg elbúcsúztunk. Mármint ami itt a folytatást illeti, azért gépészkedik ott az a McLaren eléggé rendesen. Nagyon instabil most anime alatt az autó, nem mint hogyha tegnap nálam atom stabil lett volna. És ott átadt a Williams, elkezdi a körét, oké. De Rossi marad a 13. nem tudott javítani. Ott valószínűleg ott nagyon csúnyán bezavarhattak ott neki. A többiek, jön Dancho Vermi és jön Desperado. De igazából, hogyha Laci nem, tehát hogyha Laci javít, akkor itt igazából Dancho Verminek lesz itt már csak félnivalója. És jön is egyelőre, és javításban is volt, hogyha jól láttam. És 2 tized bizony, Benny közben a 6. helyre javít tovább. Még egy ilyen jó 3 tizedet rápakolt. Biztos, ami biztos. Így van, 2 tizedes javításra volt Dancho Vermi, és hogyha jól láttam, Rossi is javításban van. De ott ugyanúgy ott a Williams... hát nem olyan távolságban van, hogy biztos kör tudjon futni. De, mert itt mindjárt meglátjuk. Jön Dancho Vermi, Dancho Vermi nem jön, Dancho Verminek elvette a körét, Desperado sem jön. Rossi... Rossi viszont javításban van. És hogyha jól össze tudja rakni itt a 3. szektort, akkor bizony... megcsinálhatja Josie ellen, és akkor tovább juthat. És nézzük Lacit. 15. megcsinálja, és még Rossi is talán tudott javítani, de azt már nem láttam, hogy mennyit. Laci megcsinálja a továbbjutást, becsusszan ott a 15. helyen. Nem! Anime jött ott meg, és Anime az, aki ott a 12. helyen ott végül is tovább jutott, úgyhogy nem jut tovább Laci, mégsem. A 16. helyen kiesik. Mint ahogy kiesik Csoszi is, illetve ugye Ádám Kristóf is, ugye láttuk, hogy Ádám Kristóf összetörte. Hát itt Rossiék megmenekültek. Rossi meg Dancho Vermi. Igen, itt Tutunak nagyon örülnek. Nincs élete Tutunak. Közben lehet, hogy lesz kommentátor társam, ha minden jól megy.
És Benny és Blanka már. És nézzük közben, itt a Q2-ben, hogy ugye van itt a gumistratégiák, itt hogy fognak itt beleszólni. Bendőgózt meleken jött ki. Azt azért úgy halkan megjegyezném. Benny a lágyakat választotta. Desperado szintén. Dancsó Vermi médium, Gabesz lágy, Banka mester médium. Jelenállás szerint. Itt ez a kis finom futamvégi eső, pedig itt nagyon komolyan itt beleszólhatnak a... beleszólhat itt az ügybe. Közben így van. Kommentátor társ incoming, ahogyan szokta volt mondani az angol, Benny pedig elkezdi a gyors körét, az első gyors kört itt a Q2-be. Szép jó reggelt! Üdvözlöm én is a kedves nézőket, hát egy kicsit megcsúsztam itt a óra eltartás miatt. Üdvözlünk, adminátor! A hűvös admini duó, ami hát majdnem összejött a 1v1-es bajnokságban, most itt kicsit később, de összejött. Így van. Csak nem a pályán, hanem itt a kommentátor állásban. Úgyhogy most már nem egyedül kell itt végig néznem azt, hogy Tutu agyonveri a mezőnyt. Ugye most már ketten lehetünk szemtanúi ennek. Q1-ben ez volt a helyzet. Q1-ben konkrétan az volt a helyzet Tutunál, hogy így kivárta 18 percből 12-t kivárt a boxba, aztán kifáradt és egy 7 tizedet rávert a másodikra. És úgy körülbelül egy szeket a harmadikra. Azt igen. Úgyhogy ez ilyen just Tutu. Durva. Igen. Közben jön Benny. 32-1. Közben a kis négyzetedet benyomtad én. Persze. Azzal kezdtem. Aj, nagyon jó. Ó. Ó. Már ilyen berögződés, vagy én nem tudom, hogy... Hát a rutin meg az éve. Igen, megyen állam a tányérdobálás. Igen. Ja, én nem hallom. Ja, itt a háttérben. Ja, most már hallom. Na, most már csak így, így ki kellett izé, tehát még szerintem így... Ja. Na, közben kit nézzünk? Például Bendőgóztot. Na, nézzük őt. Aki ilyen a kis médiumjain. Elég sokan felrakták a közepest egyébként. Igen. Igen, hát az időjárásról annyit kell tudnod majd, hogy majd a futam végén jön majd meg itt a zuhely. Hát akkor mindenképp jobb lenne a közepes rajt. Közben ledobta, úgyhogy én gyorsan orvosoltam a problémát. Na és így mit vársz te a kis délutáni autóversenyettől? Hát igazából semmi komoly elvárásom nincs. Nem nagyon gyakoroltam, megmondom őszintén. Bendegóz közben elvetett az utolsó kanyarban. Hú, hát ez bal szerencse. Így
Igen, jön Gabesz. Meg egyébként ezen a pályán amúgy is elvileg jobban működik ez a fordított stratégia. Hogy közepes lágy, nem lágy közepes. Én úgy tudom. Gabesz 31-8 közben, lágyakon. És Rossi pedig visszatér. Tudva ez mit ment a Q1-be? Csak hogy képben legyek. 31-2 talán. Hát akkor ez még mindig messze van attól. Gabesz ideje. Hát igen. És akkor még itt is lesz az egy javítás. Biztos, ami biztos. De szerintem itt most Tutu meg fogja azt csinálni, hogy médiumokon alázza meg a mezőnyt. Tehát itt szerintem Tutu olyan, mint a Merci. Tehát, hogy ő így altat. Csak Red Bullba. Aztán így jön, és így jön a kúp. Thomas van közben gyors köröm. És Ben összetöri. Közben ott a házszal hátul. Thomas a negyedik, Habó harmadik. Két alfa megint egyelőre ott van 3-4-be. Igen. Igen, jön... Arti nem jön. Artinek elvette a körét. Ilyen... Desperado most kezdi meg. Elnézzük Desperadot akkor. Mert lágyakon, nem? Ja, lágyakon. Hú, ez sok volt. De valamiért nem vett el. Nem vett el neki. Szerencse. Igen. A kanyar szépen meg volt a csúcspont. Ulla 2-4-es második szektor. Nem lesz ez egy rockscar, ha be fogja fejezni. Nem. Nem, ez azt szerintem ott az alfák környékére jó lesz, de még akár elérjük is. Igen. Itt tört össze Ben, az előbb. Igen. Hú, ez még pont meg volt. Ez is, igen, azért. Ó, ez, ó. Ez viszont széles, új, hát, a harmadik megcsinálta. A rutin, nem kell összeírni ott a pályára. Igen. Okos volt. Hát ezzel szerintem tovább is jut igazából. Majd meglátjuk ki mennyit tud még javítani. Én közben így félszemmel kapcsoló zsidobasra. Elvette neki. Elvette. Akkor jön anime. A... Igen. Medekem. Na, közben itt a... stream itt is itt le lett frissítve. Láttam. Igen, így a... Na, úgyhogy most már te is a díszelex ott alul. Köszönöm szépen. Hát, elvette. Szia, faló. Így van. A kört a játék, meg ő is csak elszpedálra a lábát. Igen, úgyhogy jön Kristóf. Aztán mögötte jön Tutu. Igen, Kristóf a lágyak, hát a törközepesek. Igen, így. Két külön úton közlekedik a két bajnak aspiráns. Igen, hát nem csak közepeses maradt egyébként, ahhoz képest, hogy kezdték.
mindig egyedi bankának van special továbbítókörre. Hát meg ugye... Vagy nem? Romi már kijött lágyakom. Igen. Igen. De egyébként Dancsó Verminek is, csak ugye még 90 mentek összesen időt eddig. Igen. Ez top 3-as idő lesz egyelőre, ha jól látom. Igen. Most szépen meg volt az utolsó kanyar. Második. Na és akkor nézzük Tutut, negyedik. 32-4, hát szép. Ez a fessel. Zsidovas pedig az ötödik helyre jött föl lágyakom. Közben jön Romi Hun. Most már a lágyakon. Igen, nem bíz most már semmit sem a véletlenre. Hát most meg késő helyen van, szóval muszáj neki javítani. Igen. Te vagy a Matyi faló. És Banka is már kint van, sőt mind a kettő alpin kint van. Valószínűsítem a lány... Nem! Banka medeken próbálkozik másodjára is. Az bátor. Viszont a lágyakon. Igen. Romi nagyot javít. Romi harmadik. Arti hetedik. Igen, de Arti már retirezett. Az alfák is kijöttek még egyszer, Habó Tomaszot egyelőre. Hát kell is. Tízben. Kell, bizony. Igazából mindenki kint van. Hát Habó. Máté vagy is, bocsánat, Desperado kivételével. Igen. Hát az ott neki is ott meleg lesz. Nem, igen. Nem fog felérni. Nem, hát neki ez ennyi. Onnan már nem jön ki. Igen. Ó, és azért igen. Ez is a csapatmunka az alfánál. Aztán lehet a következő körül vissza is kapja. A bóta. Hát, valószínűleg ez a taktika. Igazából nem kell sokat javítani a bónak ahhoz, hogy meglegyen a további teljesen fixosan. Igen, hát egy ilyen 2 tized elég neki. Aztán ott úgy... Hát igazából ha 0.5 tizedet javít, már akkor is 2-t előre ugrik. Igen. És nézzük, hogy ez mire lesz elég a negyedik az helyre. Szép, igen. Az szép. 32 legeleje. Jön Dancsó Vermi, és ez Dancsó Vermi is masszív javításban van. Igen, de Sabó nem a cél erdélyeket. Jelent. Dancsó Vermi marad a 13. Dancsó Vermitől valószínűleg elbúcsúztunk. Igen. Még elmegy egy körre, de... Jön Rossi. Én csak erre sem. Na, közben megjött, ezt ide vonzottad a nézőket is. Hát ennyi. Dancsónak elvette. Úgyhogy ő kiesett. Hát itt Dancsó kiesett. Bendegózt ugye már korábban összetört, tehát ő szintén. Anime is kiesett. Ha jól mondom a nevét. Anime, igen. Igen, Anime Banka még körömmel. Igen, meg a Tomaszék is. Banka meg Rossi is. Rossi 11. Bankának Rossi is annyi. Rossi nem jut tovább. Banka is annyi. Akkor meg vagyunk szerintem. És meg vagyunk, igen. Tomasz azért még be fogja itt fejezni a kört valószínűleg. De már kockázászlót kapott. Néz ki, hogy... De Desperado úgy néz ki megvenekül. Igen. Jól hát, számoltak a boxban. Aki... És Tutu az egyetlen, aki továbbít a medeken. Igen, az nagy előny lesz amúgy, utamon szerintem. Igen. Az első 5-6 kört kicsit nehéz lesz neki a lágyak között, de utána viszont
át fog fordulni, és onnantól kezdve gyorsabb lesz. Meg jól el tudja igen, Thomas nyújtani. Végül a hatodik helyre jött föl. Hát szegény Vanka pedig megpróbálta, de ebből nem volt az két alpin. Ó! Mi történik? Hát stílusosan beérkezik. Ja. Szóval tehát Gabesszal, Kristóffal, Rami Hunnal, Habúval, Bennyvel, Tomasszal, Tutuval, Zsidobassal, Artival és Desperádóval találkozunk tehát a Q3-ban. Így van. És kiesett Rossi, Bankamester, Anime, Dancsó, Vermi és Bendegoszt. Így van. Én is stílusosan mentem be, hát... igen. Hát most na, hogy nekem ott teljesen mindegy volt ott a tizen... akárhányadik helyen. Na, és így azonnal fölbojdult itt a mélyékas itt a boxba, és a két merci egyszerre jön ki. Red Bull is jön. Jön Gabesz is, bizony. És Gabesz vezetésével jön itt ki a mezőny, aztán ott jön Benny, így van. Jön a két merci, Romi Hun zsidobasol. Hú, Benny nem lakolt. Itt... igen. Itt azért majdnem egy mesőnyás alva közlekedtek itt. Azért jó. Van egy kis verseny. Itt Zsidóvas meg Benny között. Igen. Mennyi itt a fogócska? Te gumik ezt nem fogják ja, szeretni. Nem. De most inkább csak még kell gurítani körülbelül, mert nagyon melegszik a guminak a hőmérséklete. Hát is dobasékat az annyira nem érdekli, ők így... De most visszavett, hoppá! Egy ilyen előhozott vers... Túlságosan is. Itt majd lesz fiúk. Ez így... Így ránézett a gumi hőfokra és nyomott esetut, az egyenesen. Én valószínű. Ez pont jött Romi Moon azt így... Hát igen. Füvet se kell már nyírni. Az összes. Na, de a két alfa és Desperado kivételével, és mire ezt kimondtam, addigra az egyik alfa Thomas személyében ki is fáradt, viszont Jan Gabesz. Az első gyors körként. És nézzük tehát a Q3 első körét. És kicsit így megfordítanám azt a kérdést. Mennyivel lesz polba Tutu? Mennyivel lesz polba? Hát ez egy jó kérdés. Mondjuk, én tegnap megmondtam neki, hogy én kiröhögöm streambe, hogyha nem lesz polba. Szerintem így Tutu alatt most így dolgozik az adrenalin. Hát... nem tudom. Én azt mondom, hogy valaki fél szeken belül lesz hozzá. Vagy már ez is nagy vállalás? Meglátjuk. Hát... ki tudja. Hát Kristóf, ez csak összerak valamit, nem?
Ez egy gyors. Igen, Gomez 32-0. Annál volt már jobb köre. Benének elvette, ilyen zsidobas. Aztán jön Romi Hun. 32-5. Zsidobas 32-5. Romi 31-9. A szép kör. Jön Tutu. Jön Tutu. Jön Tutu. 31-1, az igen. Köszönjük. Jön Kristóf. Ez így nekem fáj, tehát így. Hát meg ezért várják a Kristófékat. De igen, ez elég erős. És Kristóf belehibázik, és Kristóf elveszi. Igen. Jön Thomas. De egyébként meg is 6-es hátrányban volt az első, vagyis második szektor végén Tutuhoz képest, azt nézem. Faló tegnap 31 hetet ment. Közben itt azt írja cseten. Ez szép kör. Thomas 6. Beninek második körét is elvette közben a játék, mint ahogy elvett körön van Desperado is, úgyhogy Kristóf második próbálkozása következik. Mint az első... Hát... Ha úgy fogalmazok, hogy megvoltak az első figyelmeztető lövések, akkor tudnál szedni, hogy ilyen komplet ágyú eldőrre. Tudod, ez nem figyelmeztetett, csak lecsapott. Igen. Kristóf most van ugye ott, ahol az előbb elvettél, neki a játék. Igen, ez most szépen megvan. Egyébként ez most jobb köre is, mint az előbb volt. Nem sokkal, de egy tizeddel eddig. Ugye, második. Az én árnyéként azért követi Tutut. Hát ez egy erős félszeket kapott. Igen. Majdnem hatot. Igen. Jaj. Na majd, hogyha jövőre megkapjátok Tutut. Hát, új, ti atombuli lesz itt. Hát ezzel az idejével már amúgy álba is ilyen top 4-5-be biztos benne lenne. Hát kíváncsi leszek, hogy délután ti mit fogtok majd menni. Hát ennél biztos lesz még jobb kör, de nem sokan fognak jobbat venni szerintem ennél. Csak az eleje. Azt majd így a második, vagy így következő szezonban majd mit tudom én, Jeddában majd így jön Tutu, az meg így megszületi a polt. Hát amúgy simán benne van. Bármi kérdés, hogy majd a... Azt hiszem majd most meg ABS-es, nem? Tutu? Engem. Vagy ABS off-val is meg lesz ez a tempója, vagy ott visszaesik. Már szerintem csak megszokás kérdése. Hát, igen. Így mennyire lesz majd ott virgonc. Viszont, habú lesz majd gyors körön. Illetve zsidobas is. És habú előrébb tart. Úgyhogy szerintem... Nézzünk egy kört Habúval. Nézzünk. Úgyhogy én így jó szokásod szerint most így lepakolok mindent is. És elvezzük a gyors kört. Audio app. Az az audio app, igen. Na úgyhogy, hölgyeim és uraim, kedves nézők, audio app. Hát elvette. Eddig tartott. Ilyen. Na de akkor... probléma, jön zsidobas. Jön zsidobas, akkor zsidobas te audio app.
Hát egy tizedet javított, de pozíciót nem. Igen. Jön Benny. Most már egy kicsit így visszarázódva itt ebből a kis audio appos nyugalomból. És köszönöm, így várom azt, hogy így új játékra tényleg így beleessen ezt is így kapcsolni, és akkor így frankon oda jobb alulra kiraknám. És szerintem az egész izé időmérőn egy betűt nem beszélnék. De jön Benny. Igen. Meg egy ránézés egész szép kör. Aztán majd mindjárt stopperőre megmondja, mennyire volt ez. De majd ott jön aztán mögött a Desperado második próbálkozása. Aztán Habu is jön másodjára. Nem, bocs, Habu előrébb tart. Nem egy rossz kör. Benny negyedik. Ilyen Habónak másodjára is elvette, Desperádónak szintúgy, az ott vicces lesz ott az nekik. De nézzük, hogy esetleg ki van körön. Romi Hun van kisebb javításban. Máténak el, vagy Desperádónak elvette. Zsidobás javít. Hatodik. Megerőzi Artit. Hát most kezdi mindenki a körét igazából, hogy már tart neki. Igen. Beli van talán legelőrébb. Csak neki már nincs sok erre sem. Hát én most... Gabesznak elvette. Követem. Jaj, mit csinálok itt közben? Valaki eldobta valamelyik Alfa Tauri. Az első szektorban. Igen. Nem Art, Kristóf volt. Kristóf? Igen. Romi Hun közben második. 31-6-tal. Van itt baj. Igen, Kristóf a fűben. Jön Benny, de Benny nincs javítókörön. Egyelőre. Tomász is megzavarta. Vajon befejezi-e? Benny marad a negyedik. Ott jön ez egyik Alfa. Hát Habónak nem lesz köre. Neki sem. Tomász jön. Jön Tomasz. Ez még lehet jó. Igen. Tomasz megelőzi Artit, hetedik. Zsidóvas nincs jó körön. Gabesznak elvette. Jaka jön Tutu. Tutu még azért... igen, tehát azért még egy ilyen jó tizedes javításban még. Igen, ez szépen megvan ez a szekció. És jön az utolsó kanyar, ez is megvan. Aszta! 7. 4 tizedet javít. Na jó, ez már A-ba is lehet, hogy hol lenne. E beteg ez az ember. Ez most már erre, erre nincsenek más jelzőim. Tehát ez nagyon durva. Tehát komolyan szerintem egy majd ilyen szekkelvert rá kéne rakni. Csak a másodikat. Hát csak a másodikat. Kristóf meg egy szeket kapott tőle. Ez olyan durva. És végül Abónak és Desperádónak nem is lett köre. Igen, itt Vincenek amúgy igaza van, erős ez az ABS tutunál. Nagyon, tehát ez egy nagyon komoly. Nagyon komoly az úr. Igen. Viszont a tutut nem nézzük, akkor ugye egész szaros. Igen. Igen, tehát így van tutu, meg a többiek. Hát igen, akinek már egy valós F1-ből ráállt eszembe, hogy a elejét nem szabad nézni, csak utána két merci után, akkor úgy nem rossz. Igen.
Igen, Mexikótól kötelező plusz súly. Az kéne. Vagy így utánfutót kapcsolunk így a hát, hátsó szárnyra. Technikai nem megoldható egyébként. Jobban megtankolja. Hát igen. Tutu nagyon durva, ő érdemli a bajnoki címet. És tök jó, hogy felhoztad a bajnoki címet. Szeretném ismertetni, hogy hogy áll a bajnokság. Hiszen ugye Kristóf vezet. Jelenállás szerint 317 ponttal. Tutunak 272 pontja van, de itt tényleg annyi minden történt itt a két bajnok aspiránssal, hogy ez simán lehetett akár több is, kevesebb is. Most ugye tényleg itt gondoljunk Monzára, Imolára, ugye Kristóf részéről, vagy éppen Belgiumra, Tutu részéről, vagy Hollandiáról. Hát meg Monzában volt a Tutu is, nem? Amikor feltartott az dahi. Megmondzába Tutu, igen. Arti a harmadik 151 ponttal. Romi a negyedik 138-al, Zsidobos az ötödik 111-jel. Beni a hatodik 93-mal, Rossi a hetedik szintúgy 93-mal. Ben a nyolcadik 80-nal, aztán Thomas a kilencedik szintén 80-nal. Desperado 54, Vito 52, Jackson 48, Gabes 47 a 13. helyen, aztán Kristóf, mi? Kristóf, nem Kristóf, Banka 14. 40-nel, aztán Kamion Toma 15. 36-tal, Habó 16. 30-al, Dancsó Vermi 26-tal a 17. Erike 18. 15-tel, Nyúmáté 19. 10 ponttal, és Csoszi zárja a sort 1 ponttal. És ezt tudod egyébként, Dávid, hogy még hány futam van ezzel együtt? Tudom, van. Hat. Ezzel együtt. Ezzel együtt. Hát még ugye ez, Mexikó, Brazil, Ausztrál, Jeddah, Abu Dhabi. Hát akkor pont azt számolom, hogy egyébként nem elég Kristófnak, ha mindig másodikra behozza Tutu mögött. Mert 48-at bukna úgy, ha Tutu lenne mindig első, Kristóf meg másik, és 45 az előnye. Igen. Ó, akkor, hogyha mindig Tutu jelen a leggyorsabb kör, úgy 48-at lehet szerezni. És közben már a fiatalok el is nyomták, és jön az autóverseny. Igen. Azért rajta benne lesz a veszély Tutunak, hogy lerajtolják a lágyabb gumin. Igen. Főleg, hogy ő indul a külső évről majd. Meg itt azért eléggé széles az egyes kanyar, itt azért többen elférnek. Igen, így Kristóf beugrik neki. Na, de nézzük a gumistratégiákat, hogy hogy épül föl. Ugye az első 10-ből, mint ahogy azt láthattuk a Q2-ben, Tutu az egyetlen, aki ugye tovább jutott. Ő így jó szokásához híve medeken is rajtol. Aztán ugye Desperadoig bezárólag lágy. Rossi médium, Bankamester médium, Anime lágy, Dancsó Vermi médium, Ben lágy, Laci lágy, Csoszi médium és Ádám Kristóf lágy. Hát egy kis személyes sztori. Tegnap én egyedüliként a mezőnyből megpróbálkoztam a keményeken való rajtolással. Uh-huh. És mik az élmények? Hát maradjunk... Hát... Három kör után jöttem ki, hogy ez borzalmas. Aha. Vagy négy. Úgyhogy így taktikailag kicsit így bokárugtam magam. Tehát... Ez van. Igen, Kristóf futamon mindig nagyon erős higgadság a kifizetődő, igen. Ez így van. És ez egy dolog, hogy Tutu agyonveri az egész mezőnyt időmérőn. Egy pontot nem kap azért, mert hogy megvert az időmérőn a mezőnyt. Futamon már nem szokott ilyen kiugró lenni a többiekhez képest. Hát, van rá példa, de... Tehát például Japánban, frissebb gumikon, oké, hogy utolsó 2-3 kör volt, nem tudod mit csinálni Kristóffal.
Hát meg itt meg eső is lesz, ha jól hallottam a végén, szóval itt meg bármi lehet. Meg itt meg eső is lesz bizony. Hát Fész Ádám nem. És például itt gondoljunk Hollandiára. De felért a mezőny, legalábbis itt az eleje. Itt Benny, Gabes, Zsidobas, Tomaszék, Desperado, Rossi és a többiek. Úgyhogy jövök előre. Na, megnézem a közepét. És akkor kezdődjék a show. 3-4-5. És elrajtol az amerikai futam itt a B-ligában. Utoljára kaptál. És ott már ott a legelején a Zsidobast rakták keresztbe, igen. És Tutu megtartotta a vezető pozícióját, és nagyon-nagyon nagy itt a kalamajka itt a rajtot követően. Desperado kapott egy 5 másodpercet, mert állítólag összeért Zsidobassal. Nagyon csúnyán ott bedarálta a Zsidobast ott a rajtnál. Valószínűleg tört is ott a Mercedes. Biztos, mert be lehet a falba horgat. Persze. Igen, és ott valaki miatt... mi van itt? Ádám Kristóf áll keresztbe. Pedig amúgy nagyon nagyot rajtolt a házpilótája, de hogy vajon ő saját magától dobta el? Megint és eldobja. Igen, hát az forog. Igen, Rossi. Itt nagyon-nagyon nagy itt a helyezkedés itt a középmezőnyben, és itt legalábbis itt a végén. Igen. Anime egyébként az, aki pokolian jött el. 13-ról rajtolt talán. És ott van a 6. helyen egyelőre. Igen. Közben itt Desperadoik is itt püfölik egymást. Meg itt a hátul is itt Dancsó Vermi, Rossi, Bendegózt keresztbe. Bendegózt szerintem nem lesz puszipajtás többet Rossival, ne így Japánban is összeakadtak. Hát egyelőre a két háznak itt nagyon komolyan kuka itt a verseny. Hát eléggé viharos hangulatban indul. Igen. Tutu mester pedig megtartotta a vezető pozícióját, Ben! Ben ki tudta kerülni. Hát azt ott le kéne ott fűteni azokat a gumikat, papa. Zsidobasek ennek a boxba. Na persze, hát itt hátul meghaltak mindannyian, de Ben nem jön ki. Egyébként Rossi az eléggé laggolt, nem? Hát a Rossinak szokása, az az igazság. És itt nézzük, hogy itt elől mi a helyzet. Egyébként beálltak a frontvonalak. Igen, Habu is jól jött el 9-ről 5. helyre. Igen. De Anime, szerintem Anime javított a legtöbbet. Igen, 7 helyet javított. Laci és Csoszi pedig 5-5-5-5. És ott a 11-12. Helyen jön egyelőre a két Williams. Közben ott Benny miatt sárgáznak. Hát ez nem. Egyelőre ez nem Beninek a versenye. Hát az, aki a világ végéről beugrott Tartinak, mert elrontott, és nézelődik is ott Habó. És tevé lesz a belső ív. Igen, de Arti ott tartja. Igen, és jön vissza. És Artinak jobb a kigyorsítása. És kivédekezte így az Alfa Tauri. Igen, de most lecsúszik megint. Megint ráesik Habó, és Dancsó Vermi közben összetöri. Nézzük, hogy lesz-e ez miatt safety car, vagy bármi. De egyelőre nem. Romi tapad Tutura. Igen, és most már lesz DRS is. Látja egyenestől. És Ádám Kristóf is összetöri. Így van. Közben is virtuális safety car. Hát két roncsot már nem bír el a pálya. Nem mondom, eléggé zaklatottan indul ez a futam. Hát igen, eléggé messzét is van szakadva a mezőny, így a 3. körre. Igen. Itt Habó itt most a virtuális alatt le is szakadt itt Artiról. Hát itt milyen aranyos, hogy sorrendbe beállt itt a Alfa McLaren, hitet 6-7-8-ban. Igen. Most már használható a DRS. És vége is.
Egyébként így tudom, most megúszta a támadást. És egyébként most így... Ki is, ki is szakította egy ilyen jó szekre. Közben Desperado és Thomas csatáznak egymással. Úgyhogy így... Desperado elrontotta ezt a kis sormintát. Anime pedig nagyon nagy életkedvel versenyez. És tolja le a pályáról Habót. Igen, itt most Habó... Hát most már ott van Arti mögött, úgyhogy ezt nem mondanám, hogy bealudt. Talán itt Kristóf az, aki itt... hát vonatoztatja egyelőre a mezőn. Hát jobban leszakadt, mint VSC előtt. Igen. Romi viszont nagyon közeledik. Meri háromszek. Igen, Romi nyomja neki, ami a csövön kifér. De azt hiszem, az RS mindenki egyre jól gondolkodik. A top 10-ben. Közben Vadu beírta, hogy Vadu hack. Csetre. Szia Vadu. Thomas háromszek. Igen, és itt most Kristófot meg fogja támadni az egyenesbe. Nagyon durván, igen. De itt most itt mindenki beeresztette itt mindenkinek a húskampót. Lehet, hogy egyébként Kristófnak el kéne engednie Artit. Hát nem is nagyon erősködik. Akarsan csinálja. És viszont ez így... Habó lehet itt a lesi puskás. De egyelőre nem. Thomas pedig jön vissza Desperado ellen. Igen. De kivédekezte a McLaren autóversenyzője. Habó pedig nagyon nézelődik Kristóf mellett mögött, és itt... Meg is van neki. És meg van neki. Kristóf nagyon lassú valamiért. Kristófra most itt nagyon csúnyán rárukták az ajtót. Lehet, hogy sérült. Megy is a boxba. Lehet. Ilyen is a boxba, igen. És Romi Una a leggyorsabb. Na nézzük Kristófot, hogy... Közben Habót már támadja de törte, Artit. De szerintem nem tört. Igen, és Habó megelőzi Artit. Feljön ezzel a harmadik helyre. Ez nem tudom, Kristófnál cseréltek szárnyat? Nem. Csak gumit, csak gumit. Aha, akkor valószínűleg elfogytak ott neki. És ezt Habó viszont belehibázott most ebbe. És Arti visszajött. De még itt a DRS-sel... Itt nagyon sok minden jöhet még itt. És ezt Arti belehibázott egy picit! Nagyon! Hát most itt a Hókotró üzemmód beindult. Ó, de itt ne, itt a DRS előtt itt... Szerintem a vonalban már túl vannak. Szondod, és jön anime is! Na! Igen, Habónak lesz DS-e. Artinak nincs. Igen, Artinak nem. Úgyhogy most Anime támadni fog. És Anime támad. És Anime dupla szélárnyékba jön DRS-sel mindennel együtt. De ott tartja Arti. És Anime beteszi. Ott tartja. De azért ott lezárta ott az ívet Anime, hogy te oda nem jössz be, apus. És nem is jött be oda Arti. Hát igen. Hát igazából Arti feladta a belső ívet, szóval. Mondhatok, ez joga volt hozzá animének. Igen. Itt Thomasék is így gyönyörűen el vannak. Itt 5-6-7-ben. Igen. Romi pedig egyre továbbra is tartja a tutut. Igen, Anime pedig a világ végéről jött vissza. És nézzük, hogy Anime megtámadja el Habót. De Anime nagyon-nagyon csúszkál. Nagyon-nagyon instabil alatt az autó, Gabesz közben a boxban. Igen, a lágyak eddig bírják. Most lesz a váltópont, most kezd el gyorsabb lenni a közepes majd. Úgyhogy itt most Romi nagyon jól csinálja, hogyha tudja magát húzatni DRS-sel futóval. Igen. Viszont hogyha lágy közepessel akarnának végigmenni, akkor a tizedikig el kéne menni. Viszont ugye itt eső is lesz, szóval... Hát, hogy úgy kalkulálnak. Igen, és pont ez kapcsán is írták, és egyébként ebben simán lehet akár rációs, hogy Kristóf eső setupon van. Előfordulhat, bár mivel a futam nagy része száraz lesz, meg az időmérés az volt, szerintem az nem volt egy jó döntés akkor. Hát, majd megkérdezzük szerintem futam után. Anime pedig jön, Habó védi a belső ívet. És Máté támadja Thomas, és meg is erőzi. Desperado, úgy csinált mindig Mátét mondani. Én értem.
Hú, viszont itt Habó és Ani meg kerék a kerék ellen. Összetapadtak. Ez a műben. Igen. Rizses hús. Igen. És kicsit azért kitette ott a vállát. Hát igen, most Ani meg visszakapta. Mondhatni. Igen. Amit Tartival szembe csinált. Igen. Kapott közben... És kapott is egy 3 szeket anime. Anime, Arti eldobta! Hoppá! Hoppá! Arti! Jaj! Jön is a boxba. Meg a Csoszi is eldobta. Igen, Csoszi is itt. A Csoszi közepesse volt. Változik egyet. Úgy van. Igen. Azt hittem leágyak fagynak így el, akkor nem. Nem, medeken van Csoszi. De lehet, hogy ő is így nyom egy balindexet, aha. Igen. Apa, Bó is 3 szek. Pont most akartam mondani, hogy nagyon jó lehet, mert büntetés nélkül stabil harmadik, de én már izgalmasabb. Igen. Hát itt azért lehet szedni a büntiket. Elég szigorú a büntet a pálya. Igen. Anime nagyon a tűzzel játszik. Zsidobas is 3 szek. Zsidobas 3 szek. Igen, Tutu pedig kiszakította a Romi DRS-ből. Igen. Úgyhogy nem, már nem biztos, hogy lesz visszaút. Azt sem már rövidés lesz. Most... Igen, annyira nem sima. Aláfordul, igen. Neki. Ó, de nem. De lezárja. De nem. Zárja az ívet. És azért... Animének itt is kellett gépészkednie. Igen. De most itt a célegyenesben visszavághat neki Habó. Mert most már itt ebből a... Igen. Hatos vagy akárhányas vonatból ketten maradtak, mert Tomaszék már teljesen leszakadtak. Desperado is 3 szekkel gazdagodik. Hát igazán van. Itt a büntetések itt... Komolyan... Bele... Komolyan alakíthatják majd itt még a végeredményt, és Habó beteszi Animén? Megpróbálja. Az is morning. Ott ne kellett ott vágnia, igen. De ezt anime levédekezik. Igen. Maci közben a boxban. Ott is egy warning, még egy warning. Az már Habó. Hatszeg Habónál. Elkezdett kapni a fiú. Két bünti. Igen. Hát pedig ez Habó azzal lennének leggyorsabbak szerintem, ha oda visszaérkednék egymás DRS-be. És akkor húznék egymást előre. Igen. Tudom, mert majdnem kétszer kevezett. Igen. Közben itt a cseten itt nem nagyon örülnek egymásnak, itt Benninek sem. Közben Habó támad ismét. És Habó megelőzi, de visszajön oda anime. Ó, de azt hittem beteszi oda. Közben itt másik Alfa McLaren duo. Igen. Itt Thomas Desperado személyében, azért ők is itt elszórakoztatják egymást. Desperadónak megvan egyelőre. És grátisban megkapták bankát. Aki a közepesek kell, most kezd el begyorsulni. Uh-huh. Így van. Közben itt Benninek nem nagyon örültek a cseten, meg Lacinak sem. Közben ott valaki miatt sárga zászló. Anime! Ó, anime! Hoppa. És Habó box. És anime pörög forog. Csak nagyon nem jó helyen. Jaj. Ez box lesz, gondolom. Igen. Nem. Nem. Nem, hát kim volt Desperado? De kim van Desperado? Hát igen, csak most 500 szokas hátsókkal. Jó lesz. Finom. Desperado letölti az 5 szekes büntetését. Igen. És Kristóf mögé fognak ide visszajönni majd. Igen. Hát azért Kristóf valamennyit mentett. Igen, hát majdnem összeütköztek Rosszival. Valami nagyon belassított Rossi. Egyébként banka nem áll rosszul. Nem. Még dobogó kinézhet neki. Igen, és meg is támadja Thomas-t, és ki is kerüli Thomas-t. Igen. Szerintem Thomas, igen, nem is nagyon vitázik már vele. Hát itt már szerintem erő, ha pályán tartja a lágyakkal. Már nem fincsi, 9. körbe.
Hát az már nem. És szerintem itt Thomas is ki fog fáradni itt a kör végén a boxba. Hát én nekem pedig, hát nem kell új csata után néznem, mert itt az új csata. Desperado startét álmodja egymást. Igen. Valamilyen nem tudtam rájuk váltani. Igen, itt a friss gumikon itt egymást torkán ugrottak, és kicsit össze is érnek. Szépen megfogta Desperado. Igen. És Romy is a boxban, Thomas is a boxban. És valószínűleg jön anime is a boxba. Nem. 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 Ölelem még egy körre. Mit csinál? Adom. Spot Romival fognak egyszerre találkozni. Figyeld meg, megtámadja. Jaj. Hát a terv az az volt. Nem sikerült. De itt szerintem Romy itt fölmelegíti a gumikat, aztán itt... Persze. Egyenes végére nem lesz csapó. Rövid távon el fogja dönteni a csatának a sorsát. Rossi VS Habó lesz még itt az érdekes. Ja, Habó egyelőre nagy életkedve versenyez. Igen, most Rossi már villog. Hát persze. Igen, az a Rossi tapad. Az nem tetsz jót az RS-nek a villog. Hát nem. És... Hát kikerüli. Igen. Úgyhogy még Kristófra is veszélyes lehet. És még Kristóf is veszély, igen. De nem, Kristófnak már nem teszi be, de jön vissza, Rossi! És... Te megpróbálta. Igen. Igen, Desperado előzi közben vissza hátul Artit. Nagy a csata. A Nate is így... Igen. Igen. Nem tudja eldönteni az ember, hogy mit nézzen. Jövök vissza Habóékra. Na most lenne jó az, amikor tudod így ilyen baloldalt, ilyen kis kamerába lehet tenni a másikat. Most az úgy adnám. Kristófnak valahogy nincs versenytempója. Nincs. Egyébként sokkal kompetitívebb tűnt. Hát és ez viszont a bajnokság szempontjából... Ez nagyon rosszul fog jönni Kristófnak. Igen, de akkor szerintem egyébként tényleg is visszatappan megy, mert nem hiszem, hogy ennyit visszaest a futamon. Főleg, hogy írták is, hogy futamon jó a tempója mindig. Igen. Hát és már Habó már ott hagyja. Tehát, és az a gumik között se akkora a különbség, hogy... És itt ilyen alulkormányzatnak tűnik Kristóf egyébként. Nem fordul úgy az autó. Habó is villog. Hát itt villog itt mindenki mindenfelé. Na de, Desperado és Arti, part 417. Most nincs elég közel. Nincs. Anime mit csinál a 10 körös lányakon? Én nem értem. Hát most már be kell jönnie. Hát igen. Egy esély Kristófnak, hogy büntetést ne gyűjtsön. Igen. És nem jön. Az viszont még ott... Nem jön. Nem áll. Azt nem hiszem el. Hát Adim, ez nem vagy. Nem fog elmenni az esőig. Nem. Biztos nem. Hát mégis itt nem. És jön Habó. És körbeutózza. Hát igen. És Gabesz van egyébként nagyon közel Rossihoz! Hó, a kommentátori játok. Rákapcsoltam Gabeszre és majdnem eldobta. Abú újabb háromszek. Az ott nagyon fogott neki ott fájni. Igen. Egyébként... Ott a vége számolása. A Romy Hunad most elé tud vágni Tutunak. Igen. Ugye most frissebb közepesekem valaként, és most már szerintem box kiállásom belül van. Igen. 15 szekkel vezet egyébként Tutu. Közben jön Kristóf. És Kristóf is megelőzi animét. Hát meg... Kristóf is megelőzi animét.
Igen, Gabes átugrott a Rossit közben. És itt Thomas és Desperado ismételten egymásra alkattak. Itt Artival a nyakukon, tehát ők is itt még a 9. helyét nagyon aranyosan el vannak. De itt ugye még Rossinak jönnie kell, Animének jönnie kell, Bankájáknak még ott jönniük kell elől. Na és most jön Anime. Hoppá, kicsit megböccolja a box falat. Ja, nézzük mit kap Anime. De valószínűleg medeket. Közepes kell. Akkor medekkel végig fog menni. Igen. Közepes, igen. És ez bizony med. És ide Ben mögé fog majd szerintem bejönni. Igen. 12. helyre. Zsidobas elé. Tér vissza. Igen, Zsidobas már itt a 13. helyen. Senki földjén fotókázik. Na de! Nézzük, hogy hol van Bunyó. Hát itt tart. Hoppá! Desperado közben eldobja! Sérült is gondolom. Ugyanott, ahol át... Szerintem nem sérült. Nem. Szerintem nem talált halat. Igen. Hát a tanévében majdnem. Anime irányba rakta? Nem. Kikerülte, de nem sokan volt. Két McLaren össze találkozzon. De egyébként tényleg nem tűnik sérültek a szárnya. Nem. Nem csúszott el a korlátig, és tutu box. Na tutu box! Igen, és tutu keményeket kap. Keményeket. Hát meg tizen... Hát... Hát... 14 követ nagyon egyszerűen végig tudott volna menni lágyja. Főleg, hogy még eső is lesz felvileg. Igen. Ez így érdekes lesz. És nézzük, hogy Romihoz képest hogy jön vissza. Romi elé. Ki jön Romi Simán. Elé. De... Viszont itt a Switch kemény. Meneken... Igen. Itt Rominak... Ez érdekes így. Itt az esély. Igen. Szerintem úgy volt vele, hogy inkább bevállalják a keményeket, csak hogy inkább visszajöjjön elé pályán. Mm-hmm. Még pár kör és viszont megelőzte volna Romi. Igen. Folyamatosan csökkent az előnye. Ez érdekes választás egyébként. Na ez érdekes lesz. Igen. És egyelőre nyúlik el tutu. Ezt azért hozzátenném. Igen. Ú, de itt ezeken a keményeken... Ez itt nagyon beteg lesz. Mondjuk ezért az erdőt is használhat a bőszen. Tutu. Fele annyia van majdnem, mint Rominak. És most tudjuk a bankát, tudó. Igen. Hát kérdés, egyből meg tudja előni, vagy kicsit beragad mögé. Rominak most jól jönne. Kicsit feltartaná. Banka a védelmi miniszter. Közben sárga zászló, Gabes dobta el ott közben. Ó, nagyon-nagyon sok egyébként az egyéni hiba. Hát ez azért nem olyan nehéz eldobni. Sok helyen le lehet. Igen. Jó, mondjuk ezt mondom úgy, hogy én is eldobtam tegnap háromszor körülbelül. Igen. Akkor kétszer ott, ahol most Gabes. Hoppá! Banka miatt lagolt. Tutu pedig tolja le a pályáról bankát. Igen, a két mester összeakadt. Igen. És ez szerintem itt a DRS zónában ezt lesz. Le fogja intézni. De az érdekes, hogy Rami nem nagyon tudott közeledni. Így sem, hogy feltartott a banka egy kicsit. Igen. És ezt itt valószínűleg DRS-sel meg overtake-kel itt el fogja intézni. Hát? De azért banka is nyomja az overtake-et. Igen, azért elhasználhatja tutuval rendesen. És még így is tetszett lesz. De itt kívülről? Igen? Nem, ah, nem, nem. Nem. Valaki kivitekezi. Igen. Romi majd jött neki egy puffas őrrel. Ha most így nem tudta lőni. Igen. De nem nagyon közeledik egyébként, még így nem. Most el. Nem, most már azért igen, 2-1.
kettő... Most félszek, így leugrott. Igen. Miért most bejön Banka? És Banka jön ki a boxba. De így meg tudom, hogy ez DRS az egyenesbe. Engem. Hát most viszont Romi szerintem visszavonta azt a sört. Hát azért. Amit lehetett, ezt megtette Banka. És Banka lágyakat tett fel. Hát itt nem esni már végig, vagy még kanyol az eső, akkor is megéri. Hát igen, és ez most már borult be. Igen. Borult. Beborult a tuti. Meg tud is kezd borulni, hogy látja a felhőket. Így egy keményeket rakott. Banka most mászott ki a boxból, most mászott vissza a boxból, és így Thomasszal akadtak itt össze. Thomas VS Banka. Igen. Illetve ott mögöttük Gabes VS Ben. Azért nem hagynak itt minket unatkozni a srácok. Jó futam egyébként egyelőre. Sokáig meg voltak a párosok. És itt alakultak újak. Igen. Mert Thomasnak egyelőre elég melós futama van. De itt Banka itt valószínűleg itt a friss lágyakon ki fogja kerülni. A másholnom akkor itt a DRS zónába. Sokkal jobban befordult. Annyi sokkal jobban, betapadt. Konkrétan. És ki is került. Thomas nem is nagyon vitázik vele. Nem. Jól csinálja. És jön... Ben de Ghost is Gabesra, ott közben Anime dobta el ismét. Ben de Ghost is megelőzi Gabest. Jön a zsidabas Desperado. Igen. Mélyebbet fékez kívül. Igen. Nem fordul alá. Tutu rákapcsolt. Hopp, hogy más részeket így adott Rominak. Kör alatt. Igen. Banka át nem megy ellenségig Banka. Most már nem megy el. Hú, és ott Rossi mögött. És ezért itt megy az akció. Igen. A Bangának egyébként lehet, hogy még lesznek benzin problémái, ahogy láttam, mert most sárga. Igen. Hát ez egyelőre Monza Reunion. Monzában ugyanígy jár Banka. Mondjuk ha lehet az eszem, hogy jön az eső, mert akkor viszont elkezdte belőni bőszem. Igen. Anime boxba közben. Hú, rossz, hogy nagyon langol. Szegény Banka nem ismeri te izét. Hogy... Hogy ráesett Banka? Hát Banka nagyon komolyan elindult most itt a lágyakon. Hát ezek a lágyak a könnyebb autón nagyon jók. Igen. És Ben Arti, Ben is azért elindult. A hétkörös medeken ő is menti a mentetőt, úgyhogy járt mindenfele. És ott van egy, már a nyolcadik helyen, szép versenyt megy ő is egyébként. Igen. Főként Rossi az egyetlen, aki még nem volt a boxban. Nézelődik. Zsidobas beugrik Desperadónak. Itt a 11. helyér is itt nagyon komolyan ölik egymást. Igen. A srácok. Desperado szépen levédte. Igen, Zsidobas egyébként 14 körös medeken van kint. Tehát azért az... Rossi meg 16. 7. 7. Igen, Rossi se akar így mostanában kilátogatni a boxba. Hát ő lehet megpróbál elmenni esőig most már. Na, az meleg lesz ott neki. Igen, ez már nem az ideális. Meg simán kijöhetett volna lányra körökkel ezelőtt. Vagy nyertelmű az esőre már. Zsidobas VS Desperado, part sok. Na? De nem, Desperado védi a belsőben és nem tud vele mit csinálni Zsidobas. Tomás is ott elérte Rosszit, már nagyon lassú Rosszit. Ezeken a közepeseken. Villag is. Viszont az a Rossi Thomas az egy érdekes párosítás. Ők így nem nagyon szeretik egymást. Hát és ott már Ben de Ghost is ott tapad rá. Sérbe kikerülésnek kéne, hogy legyen. Hát igen, de Rossi nem is vitázik vele. És még jön Ben is. Szerintem itt már Ben de Ghost, igen, Ben is jön. Azt lehet visszateszi. Aki már viszont nem. Hát visszateszi. És visszateszi! Ezt nem hiszem el. Ezt miért tette vissza? Nézd meg, és még bent is kikérje. Az
gyönyörű volt, így van. Gabelszt hát is. Hát itt ez nagyon komolyan. Gabelszt is elpusztítja? Ez szétlágol amúgy nálam. És csak amúgy csöpörög az eső. Eső! És bizony eső, és jön Arti, lesi puskásként. Na, nem tudom, kirakta meg Ocnak, hogy összetalálkozik Rossi meg Thomas, de szerintem az most örül neki bent! Rossi fel fogja tenni az intereket, de még közeli lesz, vagy korai, bocsánat. Bent pedig reszettu trekkelt egyet aranyosan. Ott is vannak az interek. Ez még korai. Ja, igen, hát itt fő bojdult itt hát, a cset is. Nem biztos a korai, hogy esik már. Hát itt leszakadt az ég, és jönnek is az interek. Rossinál is, Desperádónál is, Zsidobasnál is. Most kezdett egy csöpörögni, és már biztos a fája. Hát ez már Inter. Ez Inter. És Rossinek de jól jött így ki. Egész, hogy a fél meccset kinyírtotta hozzá. Igen. 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 Aha, és már és beledobja! Hát ez már nem, nem szlikkes. Ez... Valaki a pillanatok alatt Thomas is leszettük. Nem biztos, hogy az volt, de mintha az lett volna. Valami meg biztos. Későn nyomtam oda. Igen, banka a fűbe. Hát itt, itt is szétesett itt mindenki. Tudom már a boxban. Hát most itt... Hát most mindenkinek jönnie kell a boxba. Igen. Rominak jönnie kell a boxba. Csak boxba járatra figyelni kell. A boxba. Igen, és Habó... Habó? Habó jön. Milyen közel került Romihoz egyébként. Igen. Át itt, itt... Monsun. Megjött a cucc. Igen. Kristóf is jön, Banka is jön. Mindenkinek kell. Tutu amúgy szerintem most verte a falba a fejét. Kristóf ötszek! Apá. Na még ez kellett itt neki, mint egy falatkenyér. Egyébként jó tempót ment a keményeken, szóval nem hiszem, hogy ilyen nagyon idegeskednie kéne. Van, és Gabeszék már a vetet teszik fel! Aszta! Az merész! Bendegózt ötszek! Hát nem tudom. Thomas is box, Thomas Inter! Nézzük, mit rak föl Ben! Bennek nincsen szárnya! Ben is Inter! Na most ember legyen a talpán, aki itt ezt eldönti, hogy most itt mi történt. Hát ha ez a vet bejön, akkor Gabesz megéri a futamot. Igen. És ez nagyon komolyan előre ugorhatnak itt Artiék. Arti háromszek. Nézzük, mit rak Anime. Anime is Inter. Igen, itt közben itt a cseten nem örülnek. Se Messengeren, se sehol nem örülnek Rosszinak. Hát ezt megértem. Meg tudom érteni, igen. És ide most támadja Artit. Hát ez igen, ez, szerintem ez a vet ez még sok ide. Hát úgy tűnik, igen. Igen, mert Desperado is itt kikerülik, Gabelsz. Bár annyira nem tűnik tragikusnak amúgy. Benny dobta el ott az intereken, és ott Benny miatt sárgáznak. De hát buknak folyamatosan a vetesek. Hát, á, már Gabelsz már nagyon csúnyán lemaradt. De még elkezdett működni. Hát ez nem jött be egyelőre. Igen. De itt, itt akkora... kavarodás van itt, meg itt, itt teljesen újra lettek itt osztva a kártyák. Igen. De nagyon csúnyán, Benny a boxban. Hopp. Igen, Benny retire. Igen. Jó, szétszakadt a mezőny. Igen. Desperado van közel Artihoz. A szokásos párosunk még majd maradt. És a támadás is lesz, mert ugye Arti vetekem van. Ami nem működik a legjobban, mi. Igen, és itt Thomas is itt meg fog jönni itt Gabeszra. Á, Arti nem tud vele mit csinálni. Sokkal jobb a kigyorsítás a Desperado. Az overtake még kicsit merész volt. Igen, overtake ez nem volt jó. Igen.
És rossz jég egyébként ezzel mekkorát mentettek Rossi meg Zsidobas. Azért, azt úgy halkan megjegyezném. Igen. Anime 3 szakott leghátul. Hát szegény Anime is járt mindenfele itt mai autóverseny folyamán. Hát igen, csak Arti meg Tomás alapból rossz jelölt lenne, ha nem lökte volna ki őket. Igen. Hát itt szerintem nagyon csúnyán itt... Hát... Nem túl pozitív jelzőkkel lesz emlegetve a neve. Azt mondod? Azt mondom. Hát figyelj! Egy... És egyébként pont Tomás lökte ki először, akire mondtad, hogy nincsenek jóban. Úgyhogy nem hát, is vele volt csatában. Jól számolom... Ez a... Ötödik csatájuk, vagy ötödik ilyen összeérésük ebből a szezonból, ahol így Thomas így rosszul jön ki. Tehát így találkoztak Kanadába, találkoztak Franciába, Ausztriába, Belgiumba és most. Hát így ez a... Kedvenc Thomas előzi igen. Gabest. Gabest. Nem jók ezek a vetek. Ez nem jött be a vet. Nem. Ez nagyon csúnyán nem jött be. És annyit buknak vele igazán, vagy még ha el is kezd működni, már kiautóznak annyit, hogy nem értem meg. Igen. És egyébként meg a másik, most itt oké, leszakadt az ég, de Kristóf nem tud annyit hozni, amennyit kellene. Ja, tényleg. Sőt, szakad el Habótól. Sőt, mondok jobbat, Habó neki ront majd, amit Romi Hunnak. Az meg egy menet lesz. Habó dobogó? Hát... Az egyelőre megvan. Bőven. Hát, igen. Így is. A második azért az nem hiszem, hogy meg lesz, meg 9 szekje van. Hát szerintem sem. Kristóffal van inkább csatálva. De Kristóff meg messze van. Habó helyébe azt csináljam, hogy... Ugye most lehet, hogy inkább elengedném ezért Romit. És akkor inkább egy ilyen biztos harmadik helyet... Hát de ha meg gyorsabb tudna lenni, neki nyomnia kell, szóval... Hát jó, de a 6 kör alatt tudna hozni rajta 9 szeket? Hát nem Romin, hanem hogy Kristóf ne érje utol. Ja. Bár Kristóf meg távolodik, ahogy látom. Igen, Kristóf nem tud hozni rajta. A Kristófinak inkább balkára kell majd figyelni, hát szerintem. 4 szekre van mögötte és 2 szekkel többje van Kristófnak. Tehát a 2 belülre jön, akkor igen. Azt is bukja. Igen. Igen, itt közben szegény Gabest kerülik itt ki, itt Laci is, hát ez nem jött be ez a vet. Megpróbálták, de ez nem. Igen. Tutu pedig verhetetlen ma. Igen, a leggyorsabb kört az banka viszi. Több mint valószínű. Igen, Kristóf 3 szek. Az baj. Az viszont baj. Hát akkor ez így már megvan. És ez már úgy 8. Bár amúgy banka távolodik. Nézzük is rá a büntetésekre. Hát itt távolodik, itt mindenki mindenkitől. Habó pedig itt támadja Romi Hunt. És be is néz oda Habó, be is kukkad oda Habó, és meg is előzi. Hát Romi nagyon nem erősködött. Na és akkor most... Persze, Romi is tudja nagyon jó, hogy nem kell erősködni ahhoz, hogy itt a pályán megcsinálja. Meg abban egyébként így gyorsabbnak tűnt. Igen. De bár azért már ott van egy szeken ki. Igen. Hát azért... Abó feltekert mindent az Alfán. Hát ez valószínű. Amúgy nagyon jobb megy el. Milyen jól áll RS-ből. Hát ha Abó megcsinálja. Hát ez nagyon komoly lenne. De nézd meg, mert ugye hát készek. De 1,7. Közben ott a pontokért. De Kristóf is közeledik, Romival mi történt? Ugye ez tört le? Nem tudom. Tört. Ezzel ő még 10 felett volt Kristóf is mögötte, most már 8. Igen. És ő is közeledik folyamat. Nem tört. Nem tudom, tört. Nem tört. Vagy így kívülről én nem látom törésnyomot. Közben Thomas. Thomas benne a falban. Ejjjj. Csak... Jaj!
Jaj, igen, Thomas visszatolat. Igen. Thomas lemondotta az autót, hát Thomas nem lesz pontszerző. Pedig amúgy Thomasnak is nagyon jó versenye volt, én sajnálom most picit. Mert Rossi úr elintézte a sorsát. És hát azért szerintem ezt így nyugodt szívvel kijelenthetjük egymás között, hogy ezért Rossi kapni fog. Biztos. Thomas Ekton is! Igen, azt akartam mondani. Utólag is. Több fronton kapni fogja. Igen. És aztán majd így a következő hét közepén majd így Glory majd így körbe tekint, és akkor majd így ő is majd így a végén majd így megérkezik majd. És Száncsere, Thomas megkap egy friss Intert. Hát most nagyon sajnálom. Pedig amúgy neki is nagyon jól megvolt a tempója. Igen. És ott Desperado? Desperado dobta el bizony. Na, és már 2,7. Csak ezt így halkan megjegyzem. Igen, bár azért most már lassabban megy ezt fel. De megy. Megy. De még, hát igen, 4 kör, 6 szek. Anime 21 szek. Hát, szegény anime nagyon szétesett a végén, a zsidobas dobta el talán, igen, zsidobas áll ki a fűből. Pedig anime már jó ott ment, az első felé voltam. Igen, nagyon jó ott ment. A megforgástól esett szét egy kicsit. Igen. Hát és így zsidobas is nagyon szépen megmentette ezt a futamot. Igen. De aztán itt, és kimarad a törött szárnyakon. Mit csinál zsidobas? Miért marad ki törött szárnyakon? Na mindegy. Tört. Tört, persze. Ja, láttam. Hát... hát mondjuk, ha úgy nézzük, mögötte Desperado 15-es büntikkel jönnek. Igen. Meg ugye még bennél, még azért ott lóg a feje fölött a kis finom... Drive-thru, tehát drive-thru-ja? Reset tracker való, igen. Reset tracker történő utólagos büntetés. És mire ezt kimondtam, kapott is egy 3 szeket Ben. Igen. Ajaj. Az a haborom, mihon az beállt a 3 szek környékén. Igen. Meg egyébként Banka sem tud bejönni az ablakba, hogy megelőzze Kristófot. Kristóf az amúgy most elkezdett tempót menni. A Robira is kezdődik folyamat. Kristóf visszaszerezte a tempóját. Desperado előzi zsidobast közben. Igen. Zsidobas itt lassú, itt a törött szárnyakon. Itt ki kéne fáradnia szerintem. Hát jobban járt volna. De aztán lehet, hogy így akarja megmenteni a pontszerzést. Hát... szerintem így nem fogja tudni. Legalábbis Desperado-ékat nem. Hiába van annyi büntetésük. Nagyon sokat bukik. A baját van neki, ilyen egy friss sérés, akkor utána tempóba elkezd visszajönni. Igen. Hát majd itt meglátjuk, mert itt Laci is jön, Csoszi is jön. Már ők mondjuk még igazából messze vannak. Hát... nem tudom. Hát itt még Desperado és Ben az, akik itt még egymásnak fognak esni. Romi Hunék pedig ott beálltak, már mondjuk már 4,5. De fogynak a körök. Igen. Fogynak a körök, mert Tutu elkezdi a 27-et. Igen. Azért Habónak szép futam van, 9-ről lesz egy nagyon dobogója. Igen. Hát nem lett volna ez a két kör, amikor két körre kapott 6 szeket. Ami még a második hely is meg lenne. Igen. Hát akkor nagyon csúlya meg lenne a második hely neki.
És azért én úgy vagyok vele, hát igen. Ben! Tehát azért Habó is azért eléggé hullámvasutas ez a szezona. Szezona? Igen, értelmes magyar szó. Szezonja. És azért neki is így, hát most már az elmúlt futamok után azért kijár egy jó eredmény. Most ez tényleg második vagy harmadik, szerintem az nem nagyon számít. És Desperado! Hoppá! Balban! És ilyen zsidobas megvárja. Hát így mindenképp. Igen. Ilyen még jó, valaki. Még van a David Williams, jó, igen. Figyel, szegény. Igen, Y. Igen, X minden. És megfordul. Na. Hm? Hát jó. Hát, már tényleg elég volt. Igen, megunta az autóversenyt. Közben utolsó kör, és tudtunk fordulni mindjárt át a egyenesre. Igen. Nem utolsó előtt, bocsánat. Már is eltévedtem. De nem, az ott Gabesz volt. Tehát tudtunk most kezdni meg az utolsó kört. Igen, igen. 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 Úgyhogy én szerintem maradok is Tutun. És akkor szerintem nézzük végig ezt az utolsó kört vele. Igen. Hát... azért amikor fölrakta ott a hardokat. És Romi Hun jött a médiumokon. Azért ott úgy elkezdtem azt úgy... behozni magamba, vagy felhozni magamon, hogy... hát... itt még bizony... akármi lehet. Abból a szempontból... hogy... hogy itt még akár lehet egy támadás is. De aztán nagyon csúnyán ott lett hagyva a végén Tutu. Igen. Illetve Romi Hun is. És itt, tehát tényleg itt az időmérőn is elképesztő tempót hozott. Meg most itt a futamon. Hát ez hibátlan hétvége volt. Mint, ez abszolút. Abszolút. Stratégiába is bejött neki a hár teljesen. Igen. És a végén... hát végül is hoz Kristófon. Hoz, nem is keveset. Igen, mert Kristóf csak negyedik. 13 pontot hoz. És 10... hogy Tutu egy gyorsan? Ja igen. Hát annél 13-at, nem. 13-at. Az 32 pontra olvad Kristófnak az előnye. És itt nagyon-nagyon izgalmas utolsó öt futam elé nézünk itt a B-seknél. És ahhoz képest, hogy úgy indult ez az egész szezon, hogy minden jel arra utalt, hogy Kristóf halál simán, nyugodtan, tükör simán meg fogja nyerni ezt a szezont. Én nem tennék rá most már azért akkora összeget, mert jön Tutu. Igen. És itt van Tutu. És megnyeri az amerikai nagy díjat Tutu. És Romi Hun lesz majd a második, aki szerintem azért összeteheti azt a két kezét, hogy a... hogy azért ott tudott maradni abban a... 9-szekes különbségben, mert a Habó a második a pályán. Igen, 6 és felett azért adott lesz neki. Végül. Az igen, tehát azért Romi Hun második, Habó harmadik, Kristóf 4. És Banka jöhet majd az ötödik helyre. Így van, Banka is azért szépet megment itt a végén még. Ő is helyet javított. Hát Rossi hatodik, aztán hogy majd a végén hogy fog ez majd alakulni, ezt szerintem bízzuk a versenybírákra, meg bízzuk Tomaszékra. Rossi végül hatodik a pályán, Ben The Ghost ahhoz képest, hogy járt mindenhol, hetedik. Hát itt már nagyon szétszakadtak hátrébb a fiúk. Hát itt igen. Ben The Ghost 7. De még azért itt neki is lesz itt még szerintem egy-két keresetlen szava. Rossi felé. Laci jöhet a nyolcadik helyre. Zsidobas lesz a nyolcadik. Vagy Csoszi. Mondok Csoszi. Csoszi lesz a nyolcadik szerintem. Igen, itt a büntetések még itt egy kicsit itt átírhatják a dolgokat. Igen, Csoszi 8. Ő is hát szépen is szép. Mentett. Igen. Zsidóvas 9, és Laci végül a 10. Így visszatérése óta első pontját szerzi. Laci a Williams, akkor Laci. Ő a Laci fi? Gabesz 11. Anime 12, szegény Arti itt a veteken már korcsolyázik. Hát... és a 12.
Hát komoly volt. Komoly volt. Jó volt amúgy. Nem volt unalmas egyáltalán. Ugye egy-két esettől lesz említő, hogy egész korrekt volt végig szerintem, úgy a tágban is. Thomas pedig csak, hogy Thomas, buta vagyok, Faló csak így annyit írt, hogy Patrick Robi szorosabbá tette barátságát Thomas-szal. Egyébként igen. Igen. Igen, Desperado-nál pedig konkrétan Konkrétan úgy neki mentem a falnak, hogy kikapcsolt az Xbox. Hát igen. Igen, itt közben itt Rosszinak nagyon csúnyán nekiestek. Na jó, van, én viszont talán be az interjúkra most nem belelök, mert nekem most találva kell majd bennem, amit mondtam. Jó, hát akkor délután találkozunk. Jó, van. Hogy további szép napot. De addig én így gyorsan eredményt hirdetnék, amíg itt adminátor úrtól elköszönünk. Tutu, Romi, Habó, Kristóf, Banka, Rossi, Ben, Csoszi, Zsidobas, Laci. Az első 10. És én... nyitok partit. És akkor lehet ilyenni. Én aranyosan lemerültem. Na. Tutu már le is lépett. Na, nem tudom, jövünk még? Jöttök még? Jövök, nem senki. Jó, hát mindegy, kezdjük el. Hát jó, örülök. Na, Habó. Hát. What a racse. Köszönöm. Hát mi volt ez? Nem esély. Pont mondani akartam, hogy a történelem megismétli magát, hiszen ugye Backlane-ben is Q3-ban voltam, és akkor is a harmadik helyen értem célba, nem a pályán volt meg, de büntetésekkel a harmadik lettem, hát Q3, és most már a pályán is meg lett. Ugye az időmérőről nem nagyon nem szeretnék beszélni, ugyanis így beütöttem a Q3-ba, de a Q3-ba a próbálkozásból mind a háromszor elvette a játék a gyorskörömet, és az volt a szerencsém, hogy Desperado még mögöttem kiesett, a 9. helyről tudtam rajtolni. A rajt után is kellett szerencsé, ugyanis Benny és Zsidobas kiütötték egymást, szóval így föl tudtam jönni a 4. vagy az 5. helyre. Ott Tutu, Banka, vagyis hát nem tudom kik voltak ott, de csatáztunk velük, és
azt tudom, hogy én a két Alfa Taurival voltam nagyon sokáig versenyben, ami meg is lett. Animegé is utána jött, és akkor vele is csatáztunk, egy-kettőt volt olyan, hogy én voltam túl agresszív, volt olyan, hogy ő volt túl agresszív, de szerencsére megoldottuk. Jött az eső, én tudtam egyébként, hogy ha jön az eső, akkor én valószínűleg gyorsabb leszek a Kristófnál, ugyanis nekem a off TC az kicsit előny, mert én jobban fogok tudni kigyorsítani, mint a Kristóf. Ugye ki is álltunk, és az volt a szerencsém, hogy Kristóf gyorsan hajtott a box utcába, úgyhogy innen megvolt a feladatom, csak ott kell őt hagyjam 5 másodpercen kívül. Ugye nekem volt 9 másodperces büntetésem. 9 másodperce ki is szorult, hál' Istennek megkapta a 3 szekét, innentől kezdve nem volt kérdés, hogy nekem nagyon gyorsan át kell hámozzon magam Romin, és ami van az autóban, azt ki préselni belőle. Hatalmas tempója van a Kristófnak, mert 10,2 volt folyamatosan stagnált köztünk az idő, úgyhogy tényleg én szeretnék gratulálni tudnak, mert ma is eszméletlen volt, és minden dobogós úriembernek. Na hát én is gratulálok, mert ezt nagyon szépen összeraktad ezt a futamot. Tutu, ha már itt... Igen. Szerintem ma se voltál sokat képernyőn. Hát, milyen az ABS-on? Finom. Ha? Hát gondoltam. Nem, majd jövőre, nem lesz. Na. Hát nem. Amúgy ez egy nagyon jó futam volt. Benyomtad a kis négyzetedet? Be van. Nagyon cuki. Nagyon jó. Hát ez egy nagyon jó futam volt, hát az időmérő az is elég jól sikerült. Aztán hát a futamon, amikor ott én az volt a taktika, hogy médiumokon én ott elmegyek az esőig, és majd felrakom az intert. Csak hát ez nem jött össze. Mert hát azok a gumik már nagyon a halálukon voltak, és Jeff még azt mondta, hogy esőrő szó sincs. Úgyhogy nem jött, úgyhogy ki kellett jönni hardokra. Ami amúgy kicsit ott megijedtem, mert Romi ugye friss medeken volt, és hát azt hittem, hogy ott megesz engem, de aztán nem. És utána jött az első, onnantól meg ugye mindenki kijött Interre, onnantól meg már csak le kellett vezetni. Amúgy gratulálok mindenkinek, főleg a bónak. Hát van, ne is gratulálok. Mondd, hiszen én úgy ültem ide, hogy amúgy lázas vagyok, szóval. Ja, igen, olyan. Az utolsó pár körben már úgy izzadtam, hogy már azt gondolkoztam, hogy itt hagyom, lehajszok, aztán kinyitom az erkélyajt, mert annyira melegem volt. És kiállsz egy az erkélyajtóba, és így... Igen, és onnan fogok versenyezni. Nem, egyébként volt olyan pillanatom nekem esélyben, amikor meggyengott alatt az autó, de szerencsére... Az volt bennem, hogy én szeretném azt a harmadik helyet, és inkább biztonsági köröket fogok autózni, és hiszen hál' Istennek meg is lett. Igen, szép volt. Igen, még egyébként még azt hiszem, azt azon filóztunk itt adminátorra, hogy még amilyen tempóval te elindultál Romitól, én azt hittem, hogy itt a második helyre, és ez egy... vígan meg lesz. Hát, hogyha 100%-os futamot, ha 100%-os futamot teljesítünk, akkor szerintem fix a második hely, de azért a harmadiknak sem. Tehát a harmadiknak is örülök. Legyünk tehetetlenek, na. Hát meg azért, igen. Tehát azért pont azt nem, igen, beszélni meg majd megtanulok. Hát ez csak a megmutatnám. Szóval pont azt pedzegettem, hogy azért itt kiárt, azért ez megy neked. Hát nem először voltam úgy egyébként, hogy először voltam úgy a versenyek ebben a szezonban, hogy meg lehetett volna, de a büntetések meg így a safety car-ok bekavartak, és így most hál' Istennek ez most meg is lett. Ugye volt Ausztriában, egy volt Monzában, ugye voltam már mindenfele, volt Zandvoortban is. Holland, Zandvoort is. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen szezon volt, de most hála jó Istennek nem csak a büntetésekkel, hanem pályán is meg lett a harmadik, úgyhogy ennek örülök. Jan. Kristóf. Napot. Milyen napot? Hát vártam az interjúra. Hát mi volt veled? Nem mesélj. Hát az volt, hogy lassú voltam. Röviden tömören ennyi. Igen, azt tehát láttuk. Így, pedig amúgy egy nagyon jó setupom van arra a pára, nem tudom mi volt most amúgy, tehát én tényleg arra számítottam, hogy azért, ha nem is tartom tutut, de azért másik helyet tudom hozni.
Szárazon valamiért nagyon szenvedtem, tehát a lágy gumival is, meg a közepes gumival is, de főleg a lágy, tehát a lágy az nagyon túlmelegedett, brutál módon túlmelegedett. Nekem ilyen 106-7 fokos gumikkal kellett mennem, nem is véletlen, hogy a csúszkáltam össze-vissza, meg 2-3 másodpercet kaptam mindenkitől. Gondoltam, akkor bevállalok egy korai kerékcserét, mert hát ha a közepes gumival nem lesz annyira túlmelegedés, hát végül is amiben jobb is lett, csak hát azzal sem voltam sokkal gyorsabb. Aztán, ja, habóval, tényleg az volt a célom, hogy habót valahogyan 9-eken belül tudjam tartani, aztán meg úgy, akkor meg bejöttem a boxba, 1 km/h gyorsabban a megengedettnél. Úgyhogy az ott már habót én is engedtem, már amúgy is nagyon gyors volt, meg így, tehát konkrétan azt úgy nem tudom, hogy történt, de az utolsó, csak az utolsó szektorban kaptam 3 szeget habótól, úgyhogy és a határa mentem. Tehát azt úgy nem értettem, hogy a francba. Aztán, ja, onnantól kezdve tényleg az volt nekem a célom, hogy valahogy bankát fogom mögött tartsam, az volt a szerencsém, hogy banka nem ment annyira jó esőbe, így ki tudtam autózni vele az 5 szekes különbséget, aztán, ja, hát több ebben a futamban nem volt. Hát, ja, 32 pont, így kiszámolgattam, aztán, ja. Igen. Hát éleződik a sztori. Hát éleződik, csak hát nekem hoznom kéne a második helyeket. Tehát ha nem tudom hozni a második helyeket, akkor tudod úgy, hogy megnyeri. Tehát... ja. Tehát most jelenleg én úgy számolom, hogy ha tudod megnyeri az összes futamot és én második vagyok, akkor neki 2-re gyorsakra kell, hogy megnyerje. Nem kell neki. Nem kell. Ja, várj, hülyességet mondok, a 6 ponttal számoltam. Mert hogyha bejöttök egy-kettőbe, ja, igen, nekem kell 2, nekem kell 2, szerintem. Én amúgy nem tudom, hogy miért. Nekem 4 kell. Nekem 4 leggyorsabb kör kéne, amíg úgy sincsen esélyem, tehát 5-ből 4 leggyorsabb kör, az esélytelen. Még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy ez az eső, ez nem tudom, hogy miért, de ez annyira jó volt. Én nem nagyon szeretem az esőt, de egyszerűen olyan jó tapadt, hogy nem tudom, pedig száraz. Nem tudom, esőben, nem mondom, esőben is nagyon jó volt esőben. De én is meglepődtem, mert nekem is úgy tapadt az autó, mint még soha esőben egyébként. És tényleg azon gondolkoztam, hogy lesz-e vet egyébként, mert akkor én azt nagyon megszívom, hogy én a vet egyébként. Megszívtad volna, mert Artiék rettenetesen szenvedtek. Arti is, meg Gabesz is. Igen, azt nem csak azt, hanem Krisztóf letöltött volna az 5x2-t, és akkor már... De nem mintha annyira STM-nek volna ellened amúgy, mert amúgy is 10 szekkel előttem voltál, de mindegy. Jó, de ahhoz kellett a szerencse is, mert hogyha... Mondom, én azért vagyok amúgy ideges, mert hogyha nem szedem össze a büntiket, és tényleg még van egy pár kör esőbe, akkor én Romit utolértem volna, mert nagyon lassú volt. Tehát, hogy én is hoztam rajta egy másfél másodperceket körönként. Tehát ez az egy szívfájdalma. Tényleg, tehát az tényleg nagyon hülyeség volt az a bünti, tehát hogy 1 km/h. Van egy annyiban, hogy szerencsés. Simán lefékezhettem volna. Vagy én konkrétan én gurultam konkrétan a box utca bejáraton, csak nem vettem észre, hogy még 1 km/h gyorsabbra kellett érni. Hát mindegy, igazából utólag nem vesztettem vele semmit, mert így is úgyis negyedik lettem volna, 3 szert meg ugye összejött a végén. Hát ja, gratulálok én is a dobogósoknak. Aztán jó, megszokom a hátra valamit mindenkinek. Tudok csinálni. Rossi? Jó. Oké. Okay. Hát akkor délután... Így van, délután 5 órától jönnek az ások. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok!